Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Korszerű ellátás 35 millió forintból újult meg az egészségház nagy dorogon. Zöld fejlesztés, elektromos kerékpárokat tesztelnek Pakson. Baleset, életveszélyes állapotban az egyik sofőr. Minősített közművelődési intézmény, elismerést kapott a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A lakosság megtartó képesség szempontjából kiemelten fontos az európai szintű életminőség kialakítása a kisebb településeken élők számára is. Ezt célozza majd a Magyar Falu Program, mondta Ribányi József, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke Nagy Dorogon, a megújult egészségház átadóján. Az épület 36 millió forintból korszerűsödött, melyből több mint 8 millió forintot a település adott hozzá a beruházáshoz. Végre sikerült olyan pályázatokat a kormányunknak kitalálni, illetve segíteni az önkormányzatokat, hogy szinte célirányosan készültek a pályázatok. Megkérdezték előtte az önkormányzatokat, hogy mit szeretnének alakítani, mit szeretnének felújítani, mihez tudnának segítséget nyújtani ezzel a pályázattal, és egy közös megegyezés alapján születtek a döntések. Ribányi József, a Tolna megyei önkormányzat alelnöke arról szólt, a Magyar Falu Program folytatni fogja ezt az alulról fölfelé menő döntést és gondolkodást, mert így teremthetők meg azok a helyi beruházások, melyek élhetővé és ezzel lakosság megtartóvá tehetik a vidéki településeket. Mellette ugye elkezdődik még majd a 2027-es új uniós fejlesztési ciklus. Ennek a tervezését már a megye szintén megkezdte, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar kis települések mindenképpen reflektorfényben vannak. Egyszer a magyar hazai források tekintetében a Magyar Falu Program irányából, a másik pedig a 2027 között elinduló uniós fejlesztési ciklus, ha tekintünk, szintén újabb lehetőségeket jelent majd a településeknek. A nagydorogi egészségház eddig is ezt a célt szolgálta a településen, a messze elmaradt a kor igényeitől. A 36 millió forintos projektköltségből az önkormányzat 6,8 millió forint saját forrásból finanszírozott, lévén az építési anyagok és a bérek emelkedése miatt kénytelenek voltak a zsebükbe nyúlni. Igazából nem az alapfunkcióknak volt teljesen kialakítva az épület, ez így működött most már talán lassan 25 éve ilyen állapotában, és többször már a hatósági ellenőrzésekkel is különböző határidők adtak, hogy mikor valósítjuk meg, csak hát mindig anyagi hiánya volt, hogy mikor tudjuk felújítani az épületet, mert ha nem tudjuk megoldani, akkor esetleg működési engedélyeket bevonnak. Az egészségház most alkalmassá vált, mozgásukban korlátozottakat is fogadni, kicserélődtek a nyílászárók és korszerűsödött a fűtésrendszer is. Kovács György azt mondta, a számok azt mutatják, megállt a demográfiai csökkenés a településen, így különösen fontos az itt élők megtartása szempontjából a korszerű egészségügyi ellátás biztosítása. Pakson Paci néven hamarosan elektromos kerékpárhálózat kiépítésére kerül sor, már meg is érkezett két elektromos kerékpár a paksi önkormányzathoz, melyet a hivatal dolgozói tesztelnek munkaidőben. Itt van a digitális kijelző, amiről beszéltem. Az új elektromos kerékpárokat mutatja a sajtóképviselőinek Szabó Péter polgármester. Kettő érkezett egyenlőre, melyet a paksi hivatal dolgozói tesztelnek munkaidőben. Használatuk igen egyszerű, elektromos rásegítéssel hajthatók. Ezek a kerékpárok egyébként olyan 25-30 km/h a maximális sebességük, és körülbelül 80 km tudnak megtenni egy egyszeri feltöltéssel. Digitális kijelzővel is rendelkeznek, amely mutatja a sebességet, a töltöttségi szintet, és hogy még hány kilométert tudnak megtenni vele. A paksi lakosok ingyen használhatják majd ezeket a kerékpárokat, ha letöltenek egy mobil applikációt a telefonjukra. A Duna Hotel melletti parkolóban egy kombinált elektromos töltő már kiépítésre került, mely elektromos autók és elektromos kerékpárok egyidejű töltését teszi lehetővé. A tervek szerint a töltőállomásra 5 elektromos kerékpár kerül kihelyezésre hamarosan. A város több központi helyén is lesznek elektromos töltőállomások. Pakson Paci névre keresztelték az elektromos kerékpárhálózatot, melynek kiépítése folyamatban van.
Ezzel a fenntartható városi közlekedést próbálják népszerűsíteni az atomvárosban. Egyre többen tartoznak több mint 10 millió forinttal az adóhatóságnak. A NAV legfrissebb adatai szerint tavaly szeptemberben 2654 magánszemély és egyéni vállalkozó görgetett maga előtt ekkora hátralékot. Pár hónappal később, december végén már 100-zal többen, 2750-en voltak. Azoknak a száma is nőtt, akik 100 millió forintnál is több adót nem fizettek meg évvégéig. Tavaly szeptemberhez viszonyítva decemberre 24 plusz adózó neve került fel erre a listára. Az általuk be nem fizetett hátralék összesen több mint 181 milliárd forint hiányt okozott az államkasszának. Súlyos baleset történt az M6-os autópályán Paksnál szerda hajnalban. Egy ukrán és egy cserendszámú teherautó ütközött össze. Egyelőre nem tudni, hogy miért, de a hátulról érkező cseh kisbusz sofőrje nekivezette az autóját az előtte haladó platós teherautónak. Valamilyen eddig ismeretlen oknál fogva a hátul közlekedő cserendszámú tehergépkocsinak a vezetője hátulról utolérte az előtte haladó tehergépjárműnek a tehergépjárművet, és a két gépkocsi összeütközött. A balesetben a cseh járművezető súlyos sérüléseket szenvedett, a másik járműnek a vezetője könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet. Utoljára 20. alkalommal adták át a Tolna megyei művészetért plaketteket. A 2000-ben életre hívott elismerést idén Nyári Éva együttes vezető, Til Jánosné viseletkészítő, Bognár Cecil kultúra közvetítő, Makai Tamás művészetpártoló és Rács Róbert fazekas vehették át Tolnán. A díjat három civil szervezet, a Bárka Szalon, a Kézjegyklub és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége alapította. Az ötletgazdák azt tervezték, hogy 20 év alatt összesen 100 plakettet adnak át, az utolsót most sikerült odaítélni. Úgy gondoltuk, hogy 20 éven keresztül 5 plakettet kiadunk. Most ez a 20 év most telt le, összesen 100 plakettet adtunk ki Tolna megyei íróknak, költőknek, előadó művészeknek, képzőművészeknek és művészetpártolóknak. Gondoltunk a kismesterekre, a kézművesekre is, meg ők is megérdemlik ezt a megbecsülést. Az országban csupán 14 intézmény vehett át a Magyar Kultúra Napján a minősített közművelődési intézmény elismerést, közöttük a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Ez alkalomból gratulálta a központ dolgozóinak Ács Rezső polgármester egy fogadáson. A Magyar Kultúra Napján díjazták a Babits Mihály Művelődési Központot. Országosan csupán 14 kulturális intézmény kapta meg a minősített közművelődési intézmény elismerést. A Babits Központ márványtermében Ács Rezső polgármester köszöntötte és gratulált a központ vezetőségének és dolgozóinak kiemelkedő munkájuk és az elismerés kapcsán. Az elmúlt években kifejezetten figyeltünk arra, hogy megmérettessünk mindenféle területen, ahol ez lehetséges. Én azt gondolom, hogy arra a munkára, ami itt a városban zajlik, büszkék lehetünk, de az, hogy mi mit mondunk róla, az egy dolog, hogy mit tartanak külsősök, hozzáértők, szakemberek, azt gondolom, az egy fontos visszacsatolás, visszajelzés, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években nagyon sok olyan díjat nyert a város, amely visszaigazolta az eddigi munkát. Ilyen a Családbarát, az Idősbarát és a Jövő Önkormányzata díj. Rendezvények tekintetében a Gyémánt Város Marketing elismerést 2017-ben a Szüreti Fesztivállal, 2018-ban a Hári János Mesefesztivállal érdemelte ki Szekszárd. Ezek mögött a programok mögött mind a Babits Mihály Kulturális Központ áll, mint szervező. A mostani minősített közművelődési intézmény címre 3 évig jogosult a központ. Tavaly januárban egy munkacsoportot hoztunk létre annak érdekében, hogy ezen a pályázaton sikeresek tudjunk lenni. Ugye 8 alpontra lehetett pályázni. A kiállítás, a rendezvény, a művelődő közösségek, a közösségi szolgáltatás, valamint a származtatott szolgáltatás. Ezen kívül a táborra, a képzésre és az ismeretterjesztésre lehetett pályázni. Mi ebből a 8-ból 5 alpontra pályáztunk, tehát a kiállítás, a rendezvény, a művelődő közösségek, a származtatott szolgáltatás és a közösségi szolgáltatásra, és ezekkel megkaptuk ezt a minősítést. A 126 oldalas pályázati anyag beadásán túl monitoringolták is a központot. A minisztérium két munkatársa személyesen vizsgálta a ház működését a legapróbb részletekig, tette hozzá Zsikó Zoltán. A minősített közművelődési intézmény cím elnyerése után jövőre a Kulturális Központ a minősített közművelődési díjra is pályázik majd, mely kitüntetés már örökérvényű és visszavonhatatlan.
Hence Tamás nemzetközileg is magasan jegyzett képzőművész kiállítása nyílt meg a Szekszárdi Művészetek Házában. Ő az egyetlen olyan képzőművész, aki Szekszárdon született és Kossuth díjjal jutalmazták munkásságát. Mindaddig nem sikerült műveit elhozni a szülővárosába, és ez a kiállítás is csak felvillantja a világhírű avantgárd festő életművének egy-egy szeletét, mondta a tárlat megnyitóján Baki Péter, a kiállítás kurátora. Hát Hence Tamás zsenialitása tulajdonképpen Hence Tamásban mutatkozik meg az életművében. Egy zseniális életmű. Hence Tamás azon kevés magyar avantgárd képzőművész közé tartozik, aki itthonról is ismert volt a múlt század második felében és a 21. században is. Egy fantasztikus képzőművész, aki a gesztus művészetet emelte olyan szintre, ami még számomra is elképzelhetetlen volt. Ferkovics József képeiből nyílt kiállítás a Bátaszéki Művelődési Ház nagy termében. A Szombathelyen élő roma származású alkotó festményei között tájképek, aktok és portrék is megtalálhatók. A tárlat egy hónapig tekinthető meg. Előszeretettel fest arcokat, embereket, de nem azokat az embereket, akik szépek, szép ruhában vannak, és kedvesen mosolyognak beállított pózokban, hanem ő azokat az embereket szereti festeni, akiknek a ráncaiban ott vannak a sorsok, a szemeiben ott ülnek az érzelmek, aki megélt már nagyon sok mindent, és ez látszik is rajta. Múlt idő összeszedegetett históriák a címe Kacián János szekszárdi helytörténész legújabb művének, melyet kedden mutattak be Bonyhádon. A szerző a kötetben ír Liszt Ferenc és Pollák Mihály szekszárdi kapcsolatairól, a bánsági Bunya szekszárd krónikájáról, és arról, hogyan került Szent István Tolna megye címerébe. Három főfejezetből áll. Az első az közvetlenül szekszárd történetével kapcsolatos rövid írások. A második fejezet az olyan jeles embereknek az életútjáról szól, akikről itt-ott folyóiratban, újságokban, stb. Helyeken már korábban különböző írásokat tettem közé. A harmadik rész pedig általában Tolna megyével kapcsolatos. A várakozásokkal ellentétben elmaradt a szoros meccs a közép-európai csapatbajnokság negyed döntőjében, ahol a Szekszárd AC az osztrák Linz Forsberget fogadta. A szekszárdiak litván légiósukat, Pászkájtjét nélkülözve is nagyon magabiztosan nyerték a párharc első meccsét 6-1-re. A linzi visszavágó előtt továbbjutással kecsegtető sikerből Madarász Dóra és az ukrán új játékos Bilenko 2-2 egyéni győzelemmel vette ki a részét. Bálint Bernadett egy győzelmet szerzett, valamint a páros mérkőzést is a szekszárdi csapat nyerte. Mivel az osztrák csapatnak volt egy olyan játékosa, az amerikai kínai Wu Yu, aki a világranglistán az 50-en belül helyezkedik el éppen, a szekszárdban pedig a legjobb world ranking pozíció a 77. hely, ezt Madarász Dóra jegyzi, így abszolút nem mehetett biztosra a Linz-Forsberg ellen a közép-európai liga negyeddöntőjének első mérkőzésén a SAC. A Forsberg-Linz keretéből a fehér orosz Margarita Bulszújtja is nem az egy könnyen legyőzhető, feltörekvő európai játékosok közé tartozik. Ennek ellenére a Linz nem tudta fölvenni ebben az összetételében a remek formában asztali teniszező szekszárdi AC-vel a küzdelmet. Az említett fiatal kínai sok ki nem kényszerített hibával támadott, így csupán egy meccset hozott az osztrákoknak, a szekszárd újvidéki magyarja Bálint Bernadett ellen nyert. Madarász Dóra is hozta mindkét egyesét. A nap legszínvonalasabb találkozója volt a Bulszújtja elleni mérkőzése, amit 0-2-ről fordított meg 3-2-re a magyar válogatott játékos. Az új ukrán védőjátékos Tatjana Bilenko is taktikus, magas színvonalú játékkal járult hozzá a 6-1-es győzelemhez. Egy kicsit gyengébb volt, mint amire mi vártunk. Tulajdonképpen a Zsolt mondta, hogy sokat utazott, a Pro Tour után hazament, illetve visszajött, tehát több időt töltött a levegőben, mint mióta szárazföldre ért. Őt úgy éreztem, hogy egy kicsit gyengébben játszik, bármilyennek örülünk, hogy a Bilenko simán megverte. A többi lány pedig tudjuk, hogy fiatal, tehetségesek. A Linznek ugye ez az erőség, hogy Európából összeválogatják a fiatal tehetségeket, és ott megpróbálják kinevelni őket. Így van, körülbelül erre számítottunk. Regionális híreink következnek.
1 millió vendég, rengeteg program várt a tavaly a siófoki turistákat. Idén is rendelkezhetünk adónk 1+1%-ával, májusig várja az adóhatóság a felajánlásokat. Horvátokkal találkoznak a folytatásban, edzőmérkőzések a PVS-nél. Sikeres jubileum évet tudhat maga mögött Siófok, mind a programok, mind a vendégészakák számát tekintve. Több mint 1 millióan töltöttek hosszabb-rövidebb időt a városban és rendezvényein. Idén sem lesz hiány programokban, a már ismertek mellett új rendezvény is színesíti majd a palettát 2019-ben. Színes programokkal ünnepelte várossá válásának 50. évfordulóját Siófok. A rendezvények kora tavasztól egészen az év végéig tartottak, minden hétre jutott valamilyen esemény. A szervezők fontosnak tartották, hogy ne csak a nyári főszezonra csábítsák a balatonparti városba az érdeklődőket. Jó volt azt látni, hogy az ősz, illetve a tavaszi időszakban is meg lehet tölteni a várost, akár a halfesztivál, nyuladalom, libadalomra gondolva, de hogyha visszagondolok például a december 31-i koncertre, és 4-5 ezer ember volt kint Siófokváros főtérén, és akkor nem lehet mondani, hogy a meleg miatt jöttek ki, akkor igenis érdemes ezzel foglalkozni. A programok sikere megmutatkozott a szálláshelyek kihasználtságában is. Több mint 1 millióan látogattak tavaly Siófokra, és bár még mindig a hazai turisták aránya volt a legmagasabb, szép számmal érkeztek pihenni vágyók a szomszédos országokból is. Magánszállásadóink, illetve a 4-csillagos, 3-csillagos hotelek szerint a német, osztrák, lengyel, cseh, szlovák turisták voltak a túlnyomó többségben, és a hónapokat tekintve a május volt nagyon erős, illetve a szeptember-október, tehát ezek a tavaszi, őszi időszakokat, ezeket sikerült megerősítenünk. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiához igazodva a város tovább szeretné erősíteni a családbarát képet is. Ennek érdekében az idén is olyan kulturális, gasztrokulturális programokkal várják az érdeklődőket, amelyek nem csak az éjszakai élet kedvelőinek, hanem a kisgyerekekkel érkezőknek is vonzóvá teszi Siófokot. A már megszokott és kedvelt programok mellett éppen ezért új rendezvénnyel is várják idén ősszel a városba látogatókat. Ezzel egy kicsit módosítottunk is, mert a Bor és Fröccs Fest az időben előrébb jön, tehát a Bor és Kenyér ünnep az hagyományosan a kikötőben, augusztus 20-ot köthető, és utána már az iskola kezdés nehézségein túllendülve, talán a szeptember másik hetében még nagyon kedvező időjárással, de ott lesz egy sörcsülök fesztivál Siófokváros főterén. A szervezők azt ígérik, nem csak a jubileumi évben, de az idén is mindenki jól fogja érezni magát Siófokon, bármely évszakban látogat is a tóparti városba. Idén is van lehetőségük az adózóknak, hogy rendelkezzenek az 1+1% felajánlásáról. Azt a személyi jövedelemadó bevallásukban kell megtenniük. Egy civil szervezetet és egy egyházat támogathatnak ebben a formában. A határidőre azonban figyelniük kell, mondta a NAV Baranya megyei sajtóreferense. Nincs változás, ugyanúgy, mint az elmúlt évben rendelkezhetnek az adójuk 1+1%-áról a személyi jövedelemadó bevallás benyújtók, mondta stúdiónkban a NAV megyei sajtóreferense. Regisztrált civil szervezeteknek juttathatnak 1%-ot, 1%-ot pedig technikai számmal rendelkező egyháznak vagy kiemelt költségvetési előirányzatnak, idén a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlhatnak fel. A lista, azon szervezetek listája, illetve egyházak technikai számát tartalmazó lista, amelyet érdemes megnézni, a hivatal honlapján megtalálható. Tehát ezen a listán azok a szervezetek vannak, akiknek a részére érvényesen lehet rendelkezni. Ezt azért érdemes megnézni, mert azok a szervezetek, akik nem szerepelnek ezen a listán, nem kaphatnak semmilyen összeget. A rendelkezést elektronikusan vagy papír alapon is megtehetik az adózók a bevallástól függetlenül. Azonban figyelni kell arra, hogy ez május 20-áig megtörténjen. Utána már nem ajánlható fel az 1+1%. A támogatható szervezetek listája azonban változik. Új alapítványok, civil szervezetek is létrejönnek, illetve akik létrejöttek és betöltik a feltételeket, tehát megfelelnek a bizonyos feltételeknek, ezek fölkerülnek erre a listára, tehát érdemes végignézni. A civil szervezetek nevét minden évben újra meg kell jelölni ahhoz, hogy megkapják az 1%-ot. Ha valaki már évek óta ugyanazt az egyházat támogatja, és idén nem írja be a nevét, akkor is neki juttatja az adózó 1%-át a NAV az előírások alapján.
Leszakadt a plafon, megrepettek a falak, így lakhatatlanná vált egy kaposvári idős asszony otthona. A csőtörés, amely a problémát okozta, a felső lakásban alakult ki. Az ott lakók azonban hónapok óta tudomást sem vettek erről. A súlyos cukorbeteg nő egyelőre ismerősöknél lakik. Akkor, amikor ez történt? Akkor pont itt ezen az ágyon, és arra ébredtem, hogy valami zúg, és mellettem fölugrottam, alá raktam a vödröt. Gábor Istvánné 30 éve él ebben a kaposvári kis lakásban. Jól ismerik a környéken, sokan szeretik. Most azonban nehéz helyzetbe került. December 28-án hatalmas robajra ébredt az idős asszony. Arra ébredtem, hogy itt zuhog a szobába a víz. Gyorsan kifutottam, aláraktam egy vödröt, hogy oda zuhogjon bele, és alig elugrottam, már szakadt is le a plafon. De egy évvel ezelőtt, pont így januárban, tehát 2018 januárjában, akkor meg a fürdőszobába folyt a fejemre a víz. Egy pillanaton múlt, hogy nem Rózsika nénire szakadt rá a közel 2 négyzetméteres plafonrész, nem csak az idős asszony lakását érte kár, a szomszéd konyháját is elöntötte a víz, a leázás miatt pedig szinte az összes fal penészessé vált. A probléma az emeleten lakó családnál alakult ki, ahol már hónapok óta csőtörés miatt szivárog a víz, megcsináltatni azonban nem tudják. Az esettel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni őket is, a szülők azonban nem tartózkodtak otthon. Az egyik legnagyobb dolog az az lenne, hogy ők helyreállítanák az ő lakásukban fennálló problémát. Rózsika néninek az Európai Realitás Közhasznú Egyesület próbál megsegíteni, mivel az asszony jelenleg nem tud otthonába visszamenni. Meg is kerestük az építési hatóságot, szerettük volna a nénit, hogyha megkaphat itt Kaposváron egy krízislakást. Az építési hatóság segítőkéz volt, kijött, megnézte az ingatlant, de mivel az ingatlan nem életveszélyes, ezért nem kaphatta meg a krízislakást, viszont balesetveszélyesnek minősítették, így hát nem tartózkodhat az ingatlanban. Az Egyesület szeretné újra lakhatóvá tenni a kislakást, ehhez kérnek most segítséget. Egy szakember kijönne megnézni az ingatlant, felmérni, hogy mibe kerülne és milyen anyagokra van szüksége a helyreállításhoz. Majd szeretnék, egy olyan gondolat támad bennem, hogy az önkormányzatokat megkeresném, illetve nem csak Kaposvárt, a környező települések önkormányzatát is. Ha van a közmunkásaik között olyan szakember, akkor onnét várnánk segítséget. Rózsika néni jelenleg ismerősöknél lakik, ez azonban csak átmeneti lehetőség a cukorbeteg asszony számára. Horvát ellenfél ellen folytatták az edzőmérkőzések sorát Pécs NB1-s férfi kézilabdázói. Az RK Slatina ugyanolyan ligában játszik, mint a PVS-e. Kovács Gábor tanítványai a tavaszi szezont február 17-én a Balatonfüred U21 ellen kezdik hazai pályán. 3 edzőmérkőzést már lejátszottak a pécsi kézilabdázók, a legutóbbit a horvát RK Slatina csapata ellen. A pécsiek olyan játékelemeket gyakoroltak a találkozón, melyekre az első 2 edzőmeccsen nem volt lehetőségük. A Slatinából jöttünk, az egy város, 10 000 lakó van benne. NB1B Horvátország ligában játszunk, a csoportunk az inkább ilyen ifjúsági csoportunk, 2000 és 2001-es születő fiúk vannak. Ide jöttünk egy 5-6 sérült játékos nélkül, úgyhogy ennyit tudtunk mutatni a mai meccse csak. Még 2 edzőmérkőzés és egy nagykanizsai kupa vár a fiúkra a bajnoki rajtig. Hát a véleményem az az, hogy felmásra sikerültek, ugye. Ez a mai, ez már egész jó volt, úgy tempóba, úgy mozgásba. Az előző 2 még annyira nem, de hát még ugye a felkészülés elején vagyunk, úgyhogy ez nem is csoda. Hát a mai edzőmérkésen ezt a 7-6-ot gyakoroltuk, hogy ez kimaradt még így a felkészülésből, de szerintem egész jól sikerültek, azért javítunk majd még rajta. Kovács Gábor vezetőedző szerint ez az elmúlt évek egyik legerősebb bajnoksága. Hát ez már héten a 3. edzőmeccsünk volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég komoly terhelés van, elég komoly fáradtságban vannak a fiúk, de ez egy normális része ennek a folyamatnak. Nagyon sok hibánk van, de azt gondolom, hogy ez az időszak az arra való, hogy mosoljanak elő ezek a hibák. Bőven van rá időnk, hogy javítsuk. Nem vonnék le belőle semmit, ahogy az előző 2-ből se voltunk. A terhelésem volt a fő hangsúly, illetve hogy a játékidőket maximálisan tudjuk kihasználni. A PVS-e a tavaszi szezont február 17-én a Balatonfüred U21 ellen kezdi hazai pályán. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó.
Korszerű ellátás 35 millió forintból újult meg az egészségház nagy dorogon. Zöld fejlesztés, elektromos kerékpárokat tesztelnek Pakson. Baleset, életveszélyes állapotban az egyik sofőr. Minősített közművelődési intézmény, elismerést kapott a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Csütörtökön erősen felhős időre lehet számítani, itt-ott jelentéktelen hószálingózás, havas eső is előfordulhat. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!